Pécsi Televízió információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. Február 12-e van, önök a Pécsi Városi Televízió híradójának szerdai kiadását látják. Jó estét kívánok! Néhány mondat a várható tartalomból. Lehet, hogy lesz folytatása a buszvezetők sztrájkjának. Együttműködési megállapodást írt alá a város és a megye. Romlott Baranya bűnözési statisztikája 1996-ban. A női kosárlabda Európa-bajnokság Pécsett. Folytatólagos ülést tart holnap reggel 9 órától Pécs megyei jogú város önkormányzatának képviselőtestülete. Az előterjesztések között szerepel a város külügyi koncepciója. Összefoglaló a Pécsi Ipari Park projekt megvalósításának jelenlegi állásáról, és beszámol a közüzemi RT ingatlanértékesítési vizsgáló ad-hoc bizottság tevékenységét lezáró munkáról. Ezen kívül számos ingatlanügyben kérelmekről is dönt a testület, és megvitatják a közgyűlés idei munkatervét is. A közgyűlés munkáját a Városi Televízió holnap is élőadásban közvetíti 9 órától reggeltől. Nagy fennakadást okozott a reggeli közlekedésben Pécsett a 2 órán át tartó buszvezetői sztrájk. A dolgozók elmondták, amennyiben továbbra sem születik megegyezés a béremelés ügyében, nem riadnak vissza egy hosszabb munkabeszüntetéstől sem. Ma reggel 6-tól 8 óráig ilyenek voltak a buszmegállók Pécsett. Ennek ellenére volt, aki nem tudott a buszvezetők munkabeszüntetéséről. A PTRT és a szakszervezet tárgyalásain nem történt megegyezés a dolgozók 23,5%-os béremelésének igényéről. Az igazgatóság a dolgozóknak a korábbi 19,5% helyett 10% bruttó béremelést ígért. Kócián Lőrinc igazgató a baj forrását ott látja, hogy a szakszervezet tavaly szeptember óta sem mozdul el a 23,5%-os követeléstől. Váci Győző, a Független Demokratikus Szakszervezet elnöke elmondta, ha a felek nem tudnak megegyezni a csütörtöki tárgyaláson, akkor a hétfőn elkezdődő sztrájk addig fog tartani, amíg a megegyezés nem jön létre. Többnapos aláírásgyűjtést és nyilvános demonstrációt szervez a Magyar Demokrata Fórum február 17-től hétfőtől kezdődően. Az akció célja az, hogy minél hamarabb vigyék el Baranyából a Garéban fölhalmozódott veszélyes hulladékot. A szervezők szeretnék, ha Pécs városának vezetői is aktívan dolgoznának azon, hogy a probléma megoldódjék. Az utóbbi 2-3 évben Baranyába jött a legkevesebb új beruházás az országban, ugyanakkor itt van a legtöbb veszélyes hulladék. A sajtótájékoztatón megjelent polgármesterek és a Magyar Demokrata Fórum politikusai azt tartanák elfogadhatónak, ha a garéi hulladékot azonnal még az idén elvinnék, hiszen több olyan égetőmű van Magyarországon és külföldön, amely alkalmas a megsemmisítésre. Ezzel nagy gondtól mentesülne az egész térség, és nem fenyegetné veszély például a villányi borvidéket. Ezt mi is egy kicsit sérelmeztük, hogy az engedélyezési eljárásból ugye azért az ott élő embereket is, hát pontos ezt a milliót nem kérdezték meg. Éppen ezért azokat a lehetőségeket megragadjuk, ahol hallathatjuk a szavunkat, mint a település, és ezért csatlakoztunk itt most az MDF-nek is a felhívásához. Hogy a sajtótájékoztatón elhangzott, mivel a kormány úgy döntött, hogy a megsemmisítés összegét megelőlegezi a hulladék tulajdonosának, a budapesti vegyi műveknek, a hulladék elszállítása az égető művek tulajdonosainak már biztos üzlet. Dr. Páva Zsolt polgármester és dr. Tóth Sándor elnök ma délután írta alá Pécs megyei jogváros közgyűlése és a Baranya megyei közgyűlés együttműködési megállapodását, amelyet a két testület a közelmúltban fogadott el. A megye és benne Pécsváros történelmi kulturális értékeinek megőrzése, a terület arculatának kedvező irányú változtatása, a város és a megye közös érdeke. Ez indította el az együttműködés elmélyítését, melynek egy állomása a ma délutáni ünnepélyes aláírás és a jelképes zászlócsere. Mindkét fél fontosnak tartja, hogy megszűnjenek a felesleges párhuzamosságok, hiszen számos olyan terület van, ahol mindkét önkormányzatnak ellátási felelőssége van. A megállapodás szellemében a jövőben összehangoltabban működtetik az érdekvédelmi tevékenységet, a térségi fejlesztéseket, szorgalmazzák a munkahelyi teremtést, a környezetvédelem, az idegenforgalom fellendítését, közös nemzetközi kapcsolatok kialakítását.
Az aláírást követően megindultak a tárgyalások az idei konkrét programról, amit az egyeztető bizottság a hónap végére dolgoz ki, és szerepel benne például a METESZ székház, a leendő konferencia központ befejezése, kórházi rekonstrukció, a munkaügyi központ, a börtön, a gyógypedagógiai intézet sorsa, elhelyezése, és közös fellépés a világörökségbe kerülés kérdésében. Tovább nőtt a bűnözés 1996-ban Baranyában. Közel 20 ezer ügyben kezdtek nyomozást a múlt évben. Az eredményeket tekintve is romlott a statisztika. A megye elvesztette évek óta őrzött dobogós helyét, hangzott el a Baranya megyei rendőrkapitányság évértékelő tájékoztatóján kedden. A korábbi évekhez képest Baranyában megdöbbentő statisztika készült a múlt év bűnügyi helyzetéről. Nőtt a vagyon elleni bűncselekmények száma, megduplázódtak az erőszakos nemi közösülések. Súlyos testi sértések, illetve közlekedési bűncselekmények viszont ritkábban fordultak elő, tájékoztatott dr. Ernyes Mihály dandártábornok, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság vezetője. Szomorú tény, mondta, hogy a városban nagy arányban jelen van a szervezett bűnözés, ellene speciális osztályt alakítottak. A megye bűnügyi helyzete az országos átlagnak felel meg, ami nem kielégítő, romlottak az eredményességi mutatók. Jó eredmény volt viszont az, hogy a 13 befejezett emberölésből 4 ügy felderítésének kezdetén voltak ismeretlenek az elkövetők. A vezetők elmondták, a szűkös anyagi helyzet, az állandó létszámhiány és az egyre gyakoribbá váló fegyelmi problémák hátráltatják a munkát. Visszaesést főleg a pécsi kapitányságon tapasztaltak, ahol időnként a rendőri alaptevékenység működésének biztosítása is veszélybe került, mondta a dandártábornok. Ignác István, az ORFK helyettes bűnügyi főigazgatója elmondta, országosan súlyos gond, hogy a civil szféra magas bérei elcsábítják a nyomozókat, akikre nagy szükség lenne például a gazdasági ügyek felderítésében. Tananyagfejlesztés, korszerűsítés és kutatás címmel rendezte konferenciát kedden a János Pannonius Tudományegyetem Rákóczi úti aulájában. A konferencián bemutatták és értékelték azokat a pályázatokat, melyeket a tananyagfejlesztés, korszerűsítés és kutatás témakörrel kapcsolatban nyújtottak be a különböző szekciók oktatói. Kettős célt követett az egyetem ezek a pályázatnak a kiírásával. Egyrészt, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben egy kis támogatást, igazán kicsit ezt kell hangsúlyoznom, támogatást adjon a tudományos kutatásnak, és ugyanakkor segítse azt, hogy ezek a kutatási eredmények a tananyagfejlesztésbe is beépüljenek. A rektor helyettes szerint a rendezvény azért is fontos, mert itt a szakok és karok képviselői jobban megismerhették egymást. A konferencia végén tartott rektori fogadáson a hallgatóság szavazata alapján külön díjat osztottak, melyet dr. Orbán József, főiskolai tanár, bevezetés a zenei informatikába című tankönyvével nyerte el. Pécs lesz az egyik helyszíne a 26. női kosárlabda Európa-bajnokságnak, amelynek során Európa legjobb 12 együttese küzd a budapesti döntőbe kerülésért. A mérkőzéseket városunkban június 6-a és 11-e között rendezik meg. Az előkészületekről szóló tájékoztatón elhangzott, Pécset idén ez lesz a legfontosabb esemény. A város dinamikus fejlődése, a kosárlabda hagyományok ápolása, az előző Európa-bajnokság selejtező tornáinak sikeres lebonyolítása késztette a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét arra, hogy Pécs legyen az egyik helyszíne a bajnokságnak. Európa 12 legjobb csapata küzd majd a budapesti döntőbe, illetve az 1998-as világbajnokságra jutásért. Pécset június 6-a és 11-e között olasz, orosz, moldáv, szlovák és bosznia-hercegovinai csapatokkal mérkőzik a magyar válogatott. Dr. Páva Zsolt Pécs polgármester elmondta, a város közgyűlése májusban szavazott arról, hogy helyt ad az Európa-bajnokságnak és a sportcsarnok felújításáról. A több mint 100 millió forintos investálás folyamatban van, a felújítási munkák befejeződtek, jelenleg a bővített terület alapjain dolgoznak. Várhatóan a bajnokság előtt néhány nappal adják majd át a sportlétesítményt. Az Országos Kosárlabda Szövetség főtitkára Horváth Frigyes és Pécs polgármestere dr. Páva Zsolt ma írták alá az Európa-bajnokság megrendezéséről szóló megállapodást. Több mint 100 szőlős gazda, szőlő és bortermeléssel foglalkozó szakember vett részt ma azon a szőlőmetszési bemutatón, amit a Szőlészeti Borászati Kutatóintézet Szent Miklósi kísérleti telepén rendeztek meg. Az 1996-os kutatási eredmények ismertetése és az 1997-es előrejelzések után korszerű tőkeművelési és metszési módok bemutatójára és kísérleti borok kóstolójára is sor került.
A tavalyi napfényszegény csapadékos időjárás nem igen kedvezett a szőlőtermésnek, de a jó fekvésű területeken türelemmel kivárt szüretelési idő mellett a gazdák jó minőségű bort készítettek. Egy dologba adós maradt azonban a múlt év, általában ízzamatban rövidebb, de nagyon finom savai vannak, illata van, tehát alapjaiban nem lehet egy mondattal definiálni, hogy nagyon jó volt, vagy nagyon rossz volt. Tulajdonképpen mind a három variáció előfordul, egyszerű, közepes és kiváló minőség. Persze a szőlős gazdák már az új termésért aggódnak. Az idei kemény tél, a gyakori fagyok kemény próbálni állították a tőkéket. A kutatóintézet Dél-Dunántúl 12 termőhelyén végzett vizsgálatokat. A várakozástól eltérően a jó fekvésű termőhelyeken kicsi a fagykár vagy elenyésző. Azonban a mélyebb fekvésű területeken, ahol a mínusz 20 Celsius fokos hideg vagy hidegebb előfordul, így például a völgységi körzetbe, vagy tolna környékén, mélyebb fekvési részeken, ott bizony 50-80%-os fagykár is előfordul. Azokon a területeken, ahol a fagykár jelentős, előmetszésre van szükség. A végleges metszésre április-májusban kerüljön majd sor, tanácsolja dr. Diófási Lajos, hiszen most még teljes biztonsággal nem lehet megállapítani, hogy melyik rügy épp és melyik nem. Izraeli filmhét kezdődött kedden az Apollo Klub moziban, 1990 után most második alkalommal. A rendezvény szervezői a Pécsi Művészetek Háza, a Pécsi Izraeli Baráti Kör és az Intercom voltak. Tegnap este a Késő nyári blues című filmet vetítették le. A megnyitón Jaron Meyer, az izraeli nagykövetség titkára, és Moria Málka, izraeli kiküldött is részt vett. Azok, akik megnézik a filmeket, bepillantást nyerhetnek az izraeli emberek mindennapi életébe, a különböző társasági rétegekbe és a fiatalok életébe is, mondta Moria Málka. A budapesti tapasztalat alapján már sikerrel vetítettük a filmeket Budapesten, és nagyon nagy számú közönség jött megnézni, megtekinteni, ami nagy örömünkre volt. Nem gondoltuk, hogy ilyen érdeklődés lesz, de végén kiderült, hogy nagyon sokan érdeklődnek. Várhatóan lesz még ilyen itt Pécsen? Én nem tudom mondani, mert annyira nem ismerem a várost, én csak csodálom a várost, de nem ismerem a közönséget. Reméljük, hogy itt is lesz érdeklődés. A csütörtökön 8 órakor vetítésre kerülő Tel Avivi Történetek című filmre minden érdeklődőt várnak az Apollo Klub moziba. A Pécsi Városi Televízió híradójának szerdai kiadását látták. A Pécs Ma szerkesztősége friss hírekkel, információkkal legközelebb pénteken este 19 órakor jelentkezik majd. Köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziónézést, jó estét kívánok Önöknek, és viszontlátásra! Európa időjárására a továbbiakban a nagyfokú változékonyság lesz jellemző. Az időjárási frontok 24-36 órás periódusban követik egymást. Ezek hol nedvesebb, hol szárazabb légtömegeket szállítanak a Kárpát-medencébe. Déli irányból még mindig enyhe levegő áramlik a térségbe, így marad az évszakhoz képest meleg idő. Éjszaka változó mennyiségű felhőre számíthatunk, gyenge eső már csak elszórtan fordulhat elő. A mélyebben fekvő területeken köd képződik, a látási viszonyok azonban nem romlanak. A hajnali legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 2 fok körül alakul. Holnap a nap első felében számíthatunk még napsütésre, de a déli órákban megnövekszik a felhőzet, néhol csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 13 fok körül várható. A város keleti és északnyugati területeit a nitrogén-dioxid, a belvárost a szénmonoxid szennyezte határérték feletti mennyiségben.
Az előző napokhoz viszonyítva jelentősen megemelkedett a szállópor és a felszín közeli ózon átlag koncentrációja is, de az egészségügyi normát nem haladta meg.